Ezen a felvételen jól felismerhető a töptő kanabisz és annak termesztéséhez szükséges eszközök. A rendőröknek információjuk volt arról, hogy egy férfi szexádi tanyájában kábítószer előállításához alkalmas növényeket termeszt. November 12-én tartottak a férfi tanyáján kutatást és helyszíni szemlét a szexádi rendőrkapitányság nyomozói, akik a kutatás során 11 tő kanabisz növényt találtak, valamint a kábítószer termesztéséhez használatos eszközöket, lámpákat, szellőztető berendezést és sátrakat. A fotókon jól látható, hogy a gyanúsított sok pénzt fektetett a termesztésbe. Fényvisszaverő sátor, különleges lámpák, ventilátorok és dizájncsomagolás a kábítószereknek. A képeket a rendőrség készítette. A 37 éves férfit elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 37 éves szexádi férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az eset körülményeit továbbiakban a szexádi rendőrfőkapitányságon vizsgálják.